Szép jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm az Origó Meccsek Szabolcs rádió hallgatóit, az internet előtt ülőket, és mindenkit, akik velünk vannak itt a Pécsi Origóházba, Pécs Komlőt 94-98-as épületébe. Szokásos cinkeprogramunkkal jelentkezünk, akik még talán nem tudják, hogy ez a civilek nevezetes kulturális eseményeinek a rövidítése. És minden, milyen apropóból jöttünk vajon össze? Hát Sándor József meleg, Benedek ugye a zsákban hozzák a meleget, szokták mondani. És itt tör körünkben Bajusz József, akit először is egy kicsit megdorgálok, mert hát nem sok meleget hozott most a napokban nekem legalábbis. De remélem, hogy ez másképp fog működni, és megváltozik benne a tavasznak az igénye, és elhozza nekünk valóban azt a várt jó időt. Aztán rögtön köszöntölek is nagy szeretettel, mind névnapod alkalmából is, és mind rangidős, mert ha jól tudom, akkor most a cinke programnak te vagy a legidősebb tagja jelen pillanatban. Legalábbis azok, akik a Zorigóházba eljárnak személyesen. Lehet, hogy a nagyvilágban vannak talán nálad is idősebbek, akik figyelik az adásunkat, és verseikkel szórakoztatnak bennünket, és megörvendeztetnek, de jelen pillanatban nálunk itt a teremben bizony-bizony te vagy a legidősebb tag. És ha már egyszer a verseket nagyon szeretjük, és mindig megajándékozzuk vele a közönséget, a verseken kívül most egy nagyon érdekes dolog is történik, mert ugye a cinke program az egyben a népfőiskolát is fölvállalta, olyan szinten természetesen, hogy mindig hívunk meg olyan előadókat, akik valamilyen témában nagyon jelesek. Akik emlékeznek még rá, nemrég Rónaki László volt a barlangászótról, beszélt a könyvbemutatójáról, fantasztikus kis est volt, bejelentkezésekkel és mindennel. És a mai este viszont a Bajusz Józsefé, mert hogy az övé lesz a főszerep, ugyanis ő pedig a, mindjárt azért próbálok puskázni, mert nem tudom, majd te elmondod, hogy hol dolgoztál, tehát Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal. Tehát ha minden igaz, akkor ennél a vállalatnál dolgoztál, és azt hiszem, hogy itt mehettél nyugdíjba, vagy innen ettől a cégtől. Köszöntelek szeretettel, és az arról van szó, ugye, hogy most egy picit bemutatod nekünk magát a térképészetet, vagy nem tudom, mit mutatsz be nekünk, remélem, hogy olyasmiről lesz szó, amit egyrészt én még nem tudok, és az meg tulajdonképpen a minden, úgyhogy jöhet nyugodtan. Ülve is maradhatsz, és úgy legalább jobban el tudod magyarázni. Be van kapcsolva, igen. Hát először is köszönöm szépen a névnapi jó kívánságot. De én már évekkel ezelőtt is mondtam, hogy ez a Sándor József Benedek annyira szem előtt van, hogy mindenki odafigyel, és én is most ugye munkahelyen is mindig megdorgáltak, de az idén is hó esett, ugye, havat hoztunk akkor. Igen, ezért dorgáltalak meg én is egy picit. Meg a másik az, hogy köszönöm az ajándékokat, amit itt kaptam az alkotótársaktól, és én zavarba vagyok, mert én meg nem viszonozom, na, tudod, úgyhogy... És... Most például viszonozhatod rögtön ezzel a kis előadásoddal, és akkor már is mi is kapunk valami jót. Igen, én ezt már említettem nektek, hogy ha nekem a polgári foglalkozásom, ugye a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál dolgoztam, tehát egy olyan osztályra kerültem 62-be, úgy nevezték topográfiai osztály, mert vállalaton belül van városmérési, ipari geodézia, mindegy. És ez a topográfia tulajdonképpen az ország állami alaptérképezése, tehát az országnak a feltérképezésébe vett részt. Csak az országé? Mi? Csak az országé? Igen, hát már úgyhogy mi, a Pécsi Geodézia, itt Dél-Magyarul, az ország egyharmadát csinálta. Nekem ugye Sárvártól kezdve Makóig voltak szállásai, munkaterületünk. Kétharmadát a kartográfiai vállalat csinálta az ország északi részét. Na most ebben én utólag úgy megöregedve rácsodálkozom. Én még 62-ben az úgynevezett Gauss-Krüger térképrendszerbe volt alkalmam dolgozni. Ezt az 18... Ezt magyaráz is el, hogy ez micsoda. Hát ez ilyen
nagy csillagászokról, meg földmérőkről van elnevezve. Tudnélik, ez Greenwich-től keletre 180 fokra van a földgömb, meg nyugatra. És az átellenső oldalon a 280 fok találkozik, tehát 360 fok. Úgyhogy ezeknek a térképeknek, ez még az osztrák-magyar monarchiába az 1800-as évek végén kezdték el ezt a térképezést. Én nekem megadatott, hogy még ugyanebbe a térkép meg vetületi rendszerbe dolgoztattam. Hát avval a szépséghibával, hogy a Nagy Magyarországnak origónk, nekünk is volt origónk, úgyhogy, mert a XY koordináta rendszerbe, hálózatban van az ország ugye feltérképezve. Igen. Hogy három ilyen, és sík van a földgömb átellenső pontjáról kivetítve az országnak az a része. Tehát a Nagy Magyarországon Marosvásárhelyen volt egy origó, akkor a budapesti csillagvizsgáló, meg itt Horvátországban valahol. De a Csonka Magyarországnál már csak ez a budapesti csillagvizsgálónak a tornya, ez maradt meg. Úgyhogy itt ezek a térképek keletre haladva az ország keleti szélén már elég nagy torzulást szenvednek, mert ugye a térképek azok mind torzak valamilyen értelemben. Tudnék itt egy sík lap van fölfektetve, és a földgömb átellenső pontjáról van az ország területe oda kivetítve. Na most minél messzebb van az origótól, ahol fölfekszik, ott már torzulnak a térképek, mert ugye ami a valóságban lent, 1 kilométer, az már a térképen 1 kilométer 40-50 centi. Tehát az eléggé terhelt hibával. Na de nem akarok itt olyan tudományos előadásba bonyolódni. Én behoztam azokat az átnézeti, majd akiket érdekel. Aztán az én pályafutásom alatt áttértünk az egységes országos vetületi és térképrendszerbe. Tudnélik, én mikor itt elkezdtem dolgozni, még a kateszteri felmérés öles rendszerbe, négyszögölbe volt, de hát át lett térve méterre, meg négyzetméterre. Ha megengedett, na most, közben láttam, hogy na most, a kamerának mutatom, hogy akik esetleg nézik az adást, és ide lehet közelíteni rá, hogy lássák ezt is, hogy körülbelül hogy fest, hogy néz ki. Igen. Tudják azt a hallgatók, hogy miről beszélünk. Ennél összetart, tudni, ezeknek a térképlapoknak a sarokpontjai fok, perc, másodpercbe voltak megadva. Itt a szélén látszik, hogy összet, tehát a hosszúsági körök, ezek a fokbeosztások ugye az északi saroknál találkoznak. Ez azt jelentette, hogy az ország északi részén lévő térképlapnak a területe már kisebb, mint a déli részen. Tehát ahogy az egyenlítőtől haladunk, dél felé is, meg észak felé is. Legalábbis aki látott már földgömböt, és így látta a hosszúsági, szélességi fokokat, az el tudja képzelni jól, hogy körülbelül hogy is festesz ki. Tehát ugye ez is már egy segítség, csak hát itt párhuzamosak a vonalak. Hogy a szélesség, hogy is mondjam, ezek a hosszúsági, a szélességi körök az egyenlítővel párhuzamosak. Igen. Azok, igen. Na most, amit már említettem, hogy így fejezzen ki, az én pályafutásom alatt áttértünk az egységes térképrendszerre, még egységes vetületi rendszerre. Tudnilik, itt már egy hengerpalástot fektettek föl az ország. Hát ez elméleti munkák előzik meg, ugye az alappontok, háromszögelési pontok.
légifotózás előtt azokat mind le kellett jelölni, hogy leképződjenek a légifotón, azért, hogy arra, mert ugye a repülő, mert légifotó adja az alapját a térképeknek, az nem tökéletes vízszintesen repül. Tehát az illesztőpontok segítségével, amik a Földön, mielőtt ugye a repülés megtörténik, a légifotózás, ezek le voltak jelölve, 3 méter sugarú, ugye a határba találni ezeket a háromszögelési pontokat, köveket, egy időben gipszkört szórtunk meg a közeli tanyábról locsolókannával. Na, mikor a repülés történik, akkor Budapestről ugye jeleztek, ezeket karba kellett tartani. Na, és akkor ennek segítségével transformálni lehetett a térképeket. De az, hogy ugye Laci bácsi nagyon járatos ebbe, például a nyilvántartási térképek, a földhivatali térképek, a városmérési térképek is, ugye hengerdél, hengerközép, hengerészak, tehát az országra ráfektettek 3 ilyen palástot, és arra lett kivetítve. Na mindegy, nagy zavarosság volt itt, és akkor az okos tudós térképészek meg csillagászok ugye kitaláltak egy egységes országos vetületi meg térképrendszert, az az ország területére, ugye a földgömbre egy palást rá van nyugat-keleti irányba fektetve, és az rá van sűjesztve. Tehát az országnak a középső része rá van zsugorítva erre az úgynevezett hengerpalástra, a szélső részekre pedig kivetítés, ott nagyobbodási torzulás, nem itt meg zsugorodási torzulás van, de így elérték azt, hogy az egész országban az összes térkép, tehát a nyilvántartási, a kateszteri, áttérve ugye a méteres, négyzetméteres, hektáros rendszerre egy egységes lett. Tehát együtt van minden, egybe van minden. Na most ugye belebonyolódok itten, mégis itten tudományoskodok, amikor... Nem baj, a hallgatók között biztos sokan értik, akkor is, hogyha én nem. Igen. Igen. Egyébként ugye ez most csak így síkban van, de hát láttam olyan térképeket, ami ki vannak domborodva a hegységeink, a domborzataink, hát a vizeink, és mindenfelé ilyen dolgaink. Ebből a legújabb, itt már alulról a legfontosabb jelkulcsi jeleket is ábrázolják, tehát ha egy olyan ember veszi a kezébe, aki nem szakember, azért tájékozódni tudjon a jelkulcsi jelek alapján, hogy mi mit jelent. Ugye mindennek megvan a jelkulcsi jele. Épp Laci bácsinak említettem az elébb. Még a jurta is benne van, mert ugye, mint Varsói szerződés, vagy nem is tudom, a szocialista államok, Mongólia is ide tartozott, tehát a jurtának a jelkulcsi, nem mint ahogy mi nálunk jurta, esetleg a pap Lajos az épített egy jurtát magának ott fönt a híres szívsebészünk. Na mindegy. Így néz ki, most ez az egységes országos térkép, rendszerbe készült térképek 4x6 kilométeresek, és itt már a kilométer hálózat adja a szelvényeknek a szélét, és ezek így jönnek egymás mellé, és így történik meg az országnak a feltérképezése.
hát nem tudom, Cikó Mőcsényhez kapcsolódik egy valaki származásilag, vagy hozzátartozói, mert... Én csak szoktam ezen a, vagy ebben a térségben járni. Tehát szoktam ebben a térségben járni, amit éppen itt mutatsz, úgyhogy nagyjából ismerem, mondom nagyjából, de jó ránézni a térképre, hogy merre felé jártam már. Ez nagyon érdekes, tudnélik itt, lehet követni a régi vasútnak a vonalát, itt egy településhez ez lekanyarodott, itt meg úgy ment, de itt Mőcsény alatt ugye annak érdekében, hogy ezt a kacskaringókat kiejtsék, itt átfúrták, és alagúttal megy át itt most a vasút. Hát az alagútnak is ugye mindennek megvan a jelkucsi jele. Én ezt itt hagyom ám ezeket a térképeket, ha valakit érdekel. Meg hát köszönjük szépen, tudom, biztos, hogy érdekel itt mindenkit. Van nekem odahaza még. Tudnélik, ezek a térképek bizonyos értelemben hibásak lettek, és kilettek selejtezve. De ezek a hibák olyanok, hogy nem lehet rajta észrevenni. Ugye a színezés, ugye mindennek megvan, a szöllőnek, a sárga, az erdőnek, zöld, a tavaknak, a folyóknak, a csatornáknak, ugye kék. Általában ezt a végén, mikor a nyomatról itten térképet kapott a kartográfusok, a zöld csoportvezetőjük vagy vizsgálójuk megállapított hibákat, és ezek kilettek selejtezve. Tulajdonképpen ezeket a mi kartográfus lányaink, asszonyaink vitték haza, és a spájzba, ugye, mert szép, szép fehér a hátsó oldala, a spájzba használták fel, a polcokat leteríteni. Gondolom, hogy ha látnál egy ilyen térképet, és nem lennének rajta helységnevek, csak a jelzésekből, te rögtön felismernéd talán, hogy az országnak melyik része. Hát, hogy itt vannak a számozások. Én ezt tudom, de hogyha ezeket te nem látod, és nem látod azt, hogy mi van ide főbb beírva, csak azt, hogy ránézel, mert a jelkulcsokat te ismered, igaz? Igen. Tehát te ránézel, te tudod, hogy már az ország melyik része. Hát ugye ezeket én... Én ezeket mind bejártam. Én egy hétre... 4-5 ilyen lapot vittem magammal terepre. Tehát a végtermékeknek, a műszaki ellenőr vagy vizsgáló voltam, ez házon belül, így mondtuk, vizsgáló. Vittem magammal, attól függően, hogy milyen nehéz. Mondjuk a Szeged, vagy Nagykanizs, az Alaegerszeg, Szegedné magát, amin Szeged, vagy ha két szelvényre esett, mert tudnélik ezek a térképlapok nincsenek tekintettel a belterületekre. Lehet, hogy ketté vágja, érted? Úgy esik. Mivel, hogy kilométerben van megadva, nem biztos, igen, hogy pont egy terület odaesik. De gondolom, vannak olyan térképek is, amit kimondottan arra területre szolgálnak, de hát ugye ez nem arról szól. Tehát ezek a kilométer jelzésekkel vannak ellátva. Tehát az, hogy hány kilométerszer hány kilométer, tehát 4x6 kilométerekre van bontva az ország, amit említettél. És volt-e olyan, hogy neked kellett fölmenni esetleg repülővel, és nem volt? Ezt honvédség nem adta át soká. Tudnélik, ezeket a térképeket, mint állami arab térképnek voltak becézve, ezeket tulajdonképpen ezt a második világháború végéig a Honvéd Térképészeti Intézet csinálta. Kicsit meg tehát ezek szigorúan titkos
térképek voltak, minket állandóan negyedévenként ellenőriztek, hogy meséljem el, olyan nevetség volt a mi titkolódzásunk, hogy az egyik kollégám, munkatársunknak a bátyja 56-os diszidens volt, és amikor már ki lehetett menni hozzá Nyugat-Németországba, akkor hazajövet, ott a könyvesboltba, ha bár ő úgy mondta, még a trafikba is, a Kárpát-medencéről egy nagyon jó légi fotót hozott magával. És a munkaterembe kitette a falra, és mikor negyedévenként ilyen magasrangú katonatiszt jött mindig ellenőrzni nálunk a titkos anyagokat, hogy megvannak-e, és meglátta, odarohant, és föl volt háborodva, és akkor a kollega, a munkatárs mondta, hogy az egy százados elvtárs, ezt Németországba trafikba meg lehet. Hát úgy le volt lombozva, ezt hallva, hogy na, mindegy, szóval ennyire. Na meg hát a másik, hát itt nekünk, még én is ott Békés megyében 5 ilyen térképlapot csináltam akkor, még ebbe a Gauss-Krüger térképrendszerbe. Nekünk föl kellett 100 méterre, az ugye 1 centi, az egy a 10.000-es méretarányba, még mert ugye a légifotó azt lehetővé tette, azt még fel kellett dolgozni, ki kellett rajzolni. Ugyanúgy a szomszédnak is 100 métert, tehát egy 200 méteres csík fette egymást, tehát itt a végtermék kirajzolásánál a sarokpontokat ide-oda lehetett tologatni, amit ugye a kartográfusok csoportvezetője jelölt meg, tehát hogy nehogy, nehogy én így szoktam elkomolytalankodva mondani, nehogy az imperialisták ugye levegyék a sarokpontoknak a koordinátáit, mert akkor nagy csapást tudnak mérni arra a területre. Na tegyél föl valami olyat, amire tudok is válaszolni. Így, hogy hallgatlak, te nagyon sokat gyalogoltál. Tudod-e, hogy mennyit gyalogoltál? Mi ezt terepjáró autóval jártuk le. Úgyhogy hát most lelomboztál. Én azt hittem időben, azért, hogy gyalogmented végig az én országot. Én az utóbbi időben visszagondolok, és hoztam is be egy versemet, azt majd szeretném felolvasni, hogy itt már a nevek rákerülnek a térképre, hogy ki csinálta meg a vállalat, de viszont ezek a gépkocsi vezetőink, tisztelettel emlékezem rájuk már, akik nem élnek, de még a fiatalabbakra is, így környékbeli faluról származó emberek voltak. Tehát ők... Hát mondtad, hogy merre kell menni, vagy is szeretnél, ők tudták. Nem úgy, ők parasztok közül jöttek, és én, nekem akkor volt munkaterületem Bács-Kiskun megye, meg Békés megye is, amikor tulajdonképpen a hagyományos mezőgazdasági életforma felszámolás alatt volt. Tehát pusztultak a tanyák, érted, meg parragosodtak. Úgyhogy ezekkel az emberekkel nagyon jó volt heteket tölteni együtt, ugye egy szálláson, meg a terepet is járva, mert ők is együtt éreztek azokkal az emberekkel, hát akiket ott ilyen módon sérelem érte. Mit tudok én erre mondani? Hát ugye most az új kormány meghirdette az új tanyaprogramot, meg a vidék élni akar. Én meg szemtanúja voltam ennek a pusztulásának. Igen. Na most írásaimba is, mivel hogy paraszt családból származom, ugye Makó mellől, én nekem ezek a munkámat végezve és járva ezeket a területeket, találkozva az ott élő emberekkel, akár Dunántúlon mondjuk a pusztuló szöllőhegyek embereivel, ezek adták nekem az élményt.
Akkor, ha jól veszem a szavaidból... Hogy, az, hogy az írásaimnak, a verseimnek a gerincét, vagy talán a, több, mint a felét, a velük való találkozás, és a nagyon, nagyon érdekes, utólag, hát ugye nem állt az ember, nem volt módomba, egy magnót kellett volna vinni magammal, és titokba, ahogy nyilatkoztak ezek az egyszerű iskolázatlan, mert ugye 4 nagyapámnak és 4 apámnak 6 eldemély, hát akkoriban ez volt a... Ahogy ezek, azok, ahogy ezek nyilatkoztak, erre nem tud az ember más mondani, van ez a közmondás, hogy józan paraszt észre, ahogy ők látták, ezt meg kellett volna örökíteni. Na most én a fotóimmal, tudod, vittem magammal egy ilyen kis automata, már később, azt is elég későn vettem, japán ilyen Olympus Trip, így kis automata fényképezőgépet, és fényképeztem. Na most a meglepő volt, tudod, az, hogy ha együtt mentem, nem akarom én bántani a városi, polgári származás. Én körüljártam ezeket a tanyákat, ezeket a rom, ott hagyott ugye rom tanyákat, és akkor kérdezték, hogy hát Józsi bátyám, mit tudsz te itt nosztalgiázni? Hát akkor mondtam nekik, hogy én magam is a tanyán születtem, Földeák határába, majd később édesapám 47-től Hódmezővásárhely határába vettek nagyapámmal a tanyát, és ott éltem köztük. Most megint inkább irodalomhoz tartozik, nem tudom, Juditnak leadtam-e azt, hogy majd a leendő antológiába. Én amerre jártam, mindenütt fölkerestem a régi ismerőseimet. Balástya határába például egy katonatársamat, kinn a tanyáján, és mi mindig magunkkal vittük a régi térképeket is, mert általában a domborzatot, ha ott nem történt, hogy szőlőtelepítés alá, homokbuckákon gyalulás, érted, ott újra kellett a domborzatot, de a régi térképek, mi mindig átvettük a domborzatot, és akkor mutatom neki, hogy te Imre, itt a te a szüleitől örökölt tanyáján élt ott Balástya határába. Itt a te tanyáddal szembe a Düllő út másik oldalán is volt egy tanya. Ott már Szántóföld, tehát. És akkor mondta, hogy nem mondd, azt mondja, tudod, most volt itthon a faluba, a rokonoknál lakodalom alkalmával a Pőzsike, ha jól mondom, a kereszt Pőzsike, és másnap mielőtt visszautazott, mert már nem ott él. Másnap vissza, kijött ide, és a Düllő út szélén letérdelt, és így sírdogált. Tehát hát ő ott nőtt föl, ott gyerekeskedett. Tehát azt hiszem, ennek az írásomnak eltéphetetlen gyökér, mondjuk ilyen címet adtam. Itt van egyébként nálad ez az írásod? Tessé? Itt van nálad ez az írásod? De ez, amit a gépkocsi vezetők előtt ezt legépeltem tegnap. Ezt fölolvasnám. Jó, köszönjük. Jó. Igen, hogy ez kapcsolódik a volt munkámhoz is meg. Régi hűséges munkatársak. Volt olyan hónap, hogy munkámat végezve, mint térképész, 100 négyzetkilométert jártam le az ország területéből. Természetesen terepjárók s azok gépkocsi vezetőinek segítségével. Ezekre a volt munkatársaimra nyugdíjasként megöregedve sok szeretettel gondolok vissza. Ők is többnyire faluról jöttek, parasztok közül, és velem együtt ismerősei a termőföldnek. S munkavégzés közben látva, hogy hogyan szenved országunk azon a héten bejárt darabkája, állandóan szittuk a kommunistákat, akik jóval előttünk már ott jártak. Pont, tudod, hát ők csinálták. Na mindegy. Lám, rollatok sem feledkeztem el, régi hűséges munkatársak.
most is ott ülök mellettetek, terepjáróitok védelmét élvezve, és az évtizedekkel ezelőtt készült alföldi Dunántúli térképeinkre utólag ráírom neveteket. Munkátokért köszönet és tisztelet. Köszönjük. Tudnék, a térkép már lassan mindenkit neve ott szerepel az újabb térképeken, de ők, ezek a gépkocsi vezetők, akik mondhatnám azt, hogy oroszlán részt vállaltak ebbe a munkába. Hát volt úgy, hogy elakadtunk, be kellett menni a faluba, traktort hívni, kihúzatni. Tehát járatlan utakon mindenütt mentünk, és hát nem tudok más mondani ezek után, hogy egy hűséges munkatársak voltak. És hogy mivel, hogy velük voltam heteken keresztül, hát na mindegy. Így, ahogy hallgatlak, rögtön rájövök, hogy a terepmunkát jobban szeretted, mint az irodai benti munkát. Na jó, hát ezeket tudod, előtte egy nap irodai ellenőrzés előzte meg, mert akkor, hogy végigmentem a térképen, hogy így mondjam, akkor már bejelöltem, hogy ide el kell mennem, meg oda, meg ezt megnézni, meg azt megnézni, mert itt ellentmondás van. És akkor a terepen is egy napot töltöttem egy térképlapon, de mondom, ahol ezek a nagyobb városok voltak, mint Szeged is, hát ott ugye azt lejárva, ott nem lehetett, ott az egész hét, az öt nap ráment arra annak a térképnek a leellenőrzésére, levizsgálására. Gondolom, jártál már úgy, hogy elkészült mondjuk egy térkép, és akár évtizedek múlva újra elő kellett venni, mert változott a táj. Tehát mit tudom én, ahol, amit említettél, hogy ahol tanya volt, aztán szántó lett, és így tovább. Tehát akkor ugye más jelekkel kellett ellátni a térképet, megint más volt a rajzolás. De például a kérdésedre válaszolva, Szeged és környékét egyszer felújítás volt. Tehát a felújítás az abból állt, hogy a meglévőről egy ilyen gafot, ilyen átlátszó annak. De két alkalommal lett feltérképezve. Tudnék, ott az algyői olajmező miatt olyan változások történtek, ahogy mondod, a változások miatt, hogy ott megrendelték. Na de úgy kell elképzelni most egy ilyen munkaterületet, hogy ezen, mit mondjak, el van nevezve, mi mindig elnevezték a vezetőink, tápéi munkaterület. Na de hát ez itt Mórahalom is rajta volt, még nyugat felé, Hódmezővásárhely is rajta volt, fent Kistelek is. Na most ezeknek a feltérképezése éveket vett igénybe. Ugye mire ilyen kész nyomat lett belőlük. Ugye a terepmunka, utána még ennek a... Még ezeket az állami átvétel is levizsgálta, még leellen... Tehát akkor volt úgy, hogy elkészült a térkép, és kezdhetétek előről, mert úgy változott a tájrendészet. Nincs itt az Ilona, hogy Csé Horvát, ugye? Nincs itt az Ilona. Patapoklosi, Szigetvár és környéke is kétszer volt munkaterületünk, tudod, Patapoklosi, engem sokáig csúfoltak, mert tudnilik Patapoklosi általában községeket egyesít, sok község összeépült, akkor ugye közös nevet kaptak. Nem tudom, Somogyba vagy Zalába van ez, hogy Kemend, és Ollár egyesült, és lett belőle Kemend Ollár. Na most az ember nyelvére szájára mi a dollár jön, érted? Na de Patapoklosi is ott nem épült össze, mert Patapoklosi, azt hiszem az Almás patak, egy völgy választja el Patát meg Poklosit. Na de hát hivatalosan egyesítve. Na most akkor hova írja, mert az volt a szabály, hogy ahol a tanácsháza van. Tehát nem,
probléma volt. És én kitaláltam valamit, de hát az nem lett jó, azt a kartográfusok vagy az ő vizsgálók módosította, és akkor más se vágtak a munkatársaim a fejemhez, hogy Józsikám, mi újság, Patapoklós, tudod, mert az... Na, aztán, mikor már EOTR-be lett feltérképezve, és akkor a térképlap különben a Patapoklósit ketté is vágta a völgybe, tudod? Tehát az egyik pata oda esett, Poklosi meg emide esett. Most akkor hova kerüljön? Érted? Voltak ilyen térképészeti problémák sok esetben. Na mindegy. Na, tisztelettel köszöntelek én is. József és Tibor napján, hogy már hogy stílszerűen a desszert az Tibort névre szól, hogy legyen egy kis vidámság a mai nap. Józsi bátyám, van-e olyan történeted? Biztos, hogy van. Mert hogy a te korszakod, amikor a térkép készült, megjelent már benne a 20. század technikája, a gép, mert nem gyalog jártátok le, de ugyanakkor, ahogy mondtad, a messzes vödörrel való körbejelölés még adta hagyományos dolgokat. Nem is gondolom, hogy mi történhetett, vagyis nehéz belegondolni, mi történhetett, amikor eleink bejöttek honfoglaláskor, hogyan készítettek térképet. Ja. Egészen biztos más volt a technika, és hát ma, amikor meg drónokról beszélünk, akkor már repülővel és helikopterrel sem kell felszállni, a drónok lefényképeznek mindent. Tehát elveszik a szakma bája. Igen. Van-e olyan történeted, ami akár diszkréten is, neveket nem említve, elmondanál itt nekünk, hogy egy kicsit jót viduljunk, legalább az időjáráson lépjünk mi túl, és itt egy kicsit a vidámságot hozzuk magunk közé. Van-e olyan történet, amit elmesélnél nekünk? Hát ezzel kapcsolatban? Hát egyáltalán a felméréssel kapcsolatban, mert mondtad, hogy találkoztál emberekkel, húsvér emberekkel, egyszerű emberekkel, és hát biztos, hogy voltak olyan történetek. Meg hát mondtad, hogy ott éltetek kint egy hétig. István, nyilván este előkerültek a kis poharak. Nézd, én... Porozgatás, ivott a jó öreg. Ezt Balatonboglár, vagy most már külön van véve. Nem kell nevet sem. Olyan szezon volt, balatoni, és mindent kiadtak ilyen kis sufnit, tudod, a kert végébe, kis faházikot. Olyan nyomorúságos körülmények közt telt el az a hét, hogy az én ágyamra be tudjak menni, a gépkocsi vezető feküdt itt, az első, át kellett az ő ágyán mászni oda. Tehát ott se rádió, semmi sem nem volt. Na most képzeld el, hát nem akarok nagyon, de tudod, én gondolom, nem tudom mentesíteni magam a politikától. Látrány, Szöllőhegyre mentünk ki, és várnak a Szöllő... Tudod, én láttatni voltál nálunk, ilyen alumínium lapra van a légifotó rákasírozva, ráragaszva, hogy a méretét ne változ. Tehát azzal menve akár a településekbe, vagy tanya tűnő az ember, és akkor mindenki megkérdezi, mert azt hiszik, hogy tájképfestő vagyok. Hát ez a jobbik eset, de azt gondolják, hogy színesfém tolvajok vagytok, és még meg is kergetnek benneteket. Nyilván abban az időben ez másképp volt. Na de most visszatérve, nem akarom az emlékét bántani ugye politikai vezetőinknek, de ki a látrányi szöllő? Várnak a szöllős gazdák, várnak. Na de hát mondom, abban a kis sufniban rádió nem volt semmi. Ez az az időszak volt, amikor éppen Kádár János, tudod, meghalt. És vártak engem, hogy mi a vélem, meg minden. Nem, őtőlük tudtam meg például ezt. 1989-ben nem volt rádió? De érted, hogy ott kiadták a szobákat, ahova én egy hát a ilyen... Szokor, a Szokor Rádió az mindenki számára ismert,
És az vette a Szabad Európától kezdve mindent, és még akkumulátor... Meg arra emlékszem, hogy a gépkocsi vezető, tudod, nagyon sok, valami 10 vállalatnál pénteken mindig gépkocsi elosztás volt, és minden osztály annyi gépkocsit kapott, amennyire épp akkor szüksége volt, és emlékszem még arra az időre, hogy egy fiatal emberrel, egy nőtlen fiatal emberrel ki kellett menni, mikor este hazamentünk a Balaton partjára, mert az az időszak volt, amikor a német turista nők félmeztelenül fürödtek. Na ez egy érdekesen ez a történet. Félmeztelen, és akkor... Jó pofa volt. Na voltak ilyen. Na meg olyan időben például, hogy ezeket a Balaton melletti szállod vállalati üdülőket odaadták a Cibusz irodának, és hát ez mondjuk de Józsi, nem komikus, hanem... Ne felejtsd szavadat! Mondtad, hogy hát kint a parton monokiniben jártak a hölgyek. Térképen hol van ez feljelölve? Az nincs. Hol található? Nincs. Melyik szelvénynél esetleg pontosabban? Látod, ilyen hiányosak. Most térkép készül. Ilyen hiányosak. Ezt is rójuk fel Józsi bácsinak. A lényeg az, hogy amit most említettél, annak mi a jelrendszere? Tehát erre nem volt jelkulcsi jel. A nudista strandnak mi a jelrendszere? Mutasd meg, légy szíves. Tehát a jelrendszert, mutasd meg a jelrendszerét a nudista strandnak. Jó. Hát hogyha a jurtának van, akkor a nudista strandnak is van jelrendszere. Hát ezt a Józsi bácsi nem fogja neked elárulni ezt a titkot, ezt meghagyja magának, hogyha arra jár. És azt mondta, volt egy haditérképezés, a haditérképezési dolog az egész, tehát titkos, igaz? Nyilván titkos volt. Feloldották ezt a titkosságot, még ebbe a régibe, ezek még titkosak voltak. Van-e olyan történeted, amikor elakadtatok, és nagy nehezen, akár ökrök segítségével, vagy emberek segítségével úgy kellett kiásni a járművet? Nekem katonakoromból volt ilyen élményem, én határ mellett... A faluba le kellett menni, és keresni egy traktoristát, aki följött és kihúzott bennünket. Igen, ilyen volt. Emlékszem katonakoromból, mert mi is már ilyen gépestett egység voltunk, Barcson voltam katona, és hát ki kellett menni a határ mentén a technikai eszközöket, a híradó berendezéseket, rendbe tartani, vezetékeket, és hát néha-néha volt, hogy egy kicsit arrébb mentünk, és volt olyan, hogy az U az elsüllyedt teljesen. Szegény gépkocsi vezető ott reszketett, hogy mi lesz vele, hogy biztos hadbíróság elé fogják állítani, mert este meg kellett volna kivinni szolgálatba a katonákat a határ mellé, az útlevél kezelőket, és hát nagyon rigorózus parancsnoka volt, úgyhogy de hát történet alól megmenekült. Voltak-e ilyen jellegű történeteid, amit szívesen? Mert úgy hallom, hogy azért volt. Hát olyan, hogy itt lenne a Dráván, Dráva, Szabolcs környékén, határsértést követtem el. Tudnélik. Hát a Dráva volt egy természetes... A határ... A 19-ben, ugye Trianon után, a Drávának a nyomvonalán állapították meg. De azóta a Drávát szabályozták is, meg hát a Dráva gyorsfolyású változtatja a medrét. Úgyhogy a Dráván innen egy olyan 500-600 méter hosszan, 100-200 méter csíkba, az az erdő rész, Az Jugoszláviához tartozott. Na de hát én nem voltam arra tekintettel, mondjuk így gyalog. Mentem végig, úgyhogy határsértést követtem el. Most bevallom, nem tudom, ezért kapok-e büntet. Ez mikor volt? No, hát azért voltak vidám esték, és gondolom, amikor a kis csapat össze volt zárva, abban néhány négyzetméterben nem mindig sikerült kellő komfortot, fürdőszobát találni. Gondolom esténként, amikor a jó emberszag volt, akkor azért voltak ott történetek, amiket ott egymással megosztottatok.
Tehát nem volt azért ez felemelő. Nekem ilyen szomorú emlékem van, hát nem éppen ezzel kapcsolatban, hogy Zalaegerszegen például az aranybárányt, azt a csodálatos patinás szállodát, az, hogy nem tudom hány csillagossát csinálják, beerőttettek oda egy vécét meg egy fürdőszobát. De az a gyönyörű, hát nem tudom, aki járt vagy szállt meg ebbe, gyönyörű bolt, és azt a kis leválasztott kockát, mert ilyen kis panelelemekkel, azt oda erőtették valamelyik sarokba, tönkretéve magát a szobát ezzel, tudod, hogy ott legyen, hogy öt csillagos csináljanak belőle, de ennek a fürdőszobának, meg WC-szerűségnek az ajtaja úgy nyílt, hogy ott az egyik ágyja a szembe. Na most inkább hagyták volna, én sokkal jobban éreztem magam sümegen egy ilyen földszöv szállodába, tudod, ahol kint a folyóson volt a zuhanyozó, de legalább ott bent, akkor abban a szobába lehetett vacsorázni, meg nyugodtan. Na mindegy, hát ezek nem érdekel, ez csak ilyen. Jó. Hát van-e valaki itt a hallgatóság közül, aki készült vidám József napi versekkel? Szeretnénk egy kicsit felvillanyozni a közösséget, hogy feldobni egy kicsit ezt a beszélgetést. No, hát... A Józsiktól hoztam én verseket. Egy vidám verset egyszer, és aztán Józsi bácsi... Józsi bácsi, hát mindenféle felszámoltad a borodat, ott van nekem is 3-3 liter, bocsánat, felszámoltad a borászatodat, ugye nekem is van 3 liter fehér, 3 liter, vagy másfél liter vörös, még megvan. Megvan. Azért mondom, hogy a végén rossz vélemény. Hogy ezt, hogyha elfogadnád szeretettel tőlem, mert ez a fajta nincsen, tudod, és ez emlékeztet valami, mert france, az van ráírva, tudod? Esetleg valami Kárpát-medencéről beszélt, ez is hozzátartozik. Annyi bort kaptam. És Isten éltessen téged, meg tartson. Köszönöm. De mondtam a Zoltánnak is, hogyha megkezdi, megkóstolja ezt, ami tőlem kapott bort, akkor nem szabad darabba hagyni, nem szabad, mert megromlik, és akkor utána a barátait, ha megkínálja, milyen véleménnyel lesznek az én boromról. Na. Vannak-e versek, Judit, Zsóka? Akkor kérünk, és akkor utána... Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és amiért itt összegyűltünk, boldog névnapot kívánok Józsi bácsi, és a többi kedves embernek is, akit Sándor József Benedek néven kereszteltek. Szuhanics Albert versét hoztam, a zsákos emberek. Sándor József Benedek. Ők a zsákos emberek. Vajon mi van a zsákjukban, s bízhatunk-e hármukban? Sándor József Benedek zsákban hoznak meleget. Ám ha száját nem jól kötik, a meleg bíz mind kiszökik. Szegény Sándor, bár cipelte, neve napján hideg lelte. Egér mászta megtán zsákját, s elrágta a zsákja száját. József sem járt szerencsével, hideg front jött, heves széllel. Korán reggel fagyott nagyot, az ő zsákja léket kapott. Benedeknek zsákja lapos, holnap után semmit se hoz. Rosszul kötötte be száját, s elhagyta a meleg zsákját. Én bizony ezt másra hagyom, mert Albert napja ősszel vagyon. Nem hozhatok jó meleget, pedig napozni szeretek. Emőke, Gábor, Irénke, hoznátok meleget végre? Emmanuel, válts meg minket, s te Gedeon, hozd-e kincset,
Ne érjen már ilyen szégyen, hogy meleghozó húgó légyen. Ha más hát nem, Árpád apánk zsákban hoz a meleget ránk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is Józsi bácsinak szeretném elmondani, hogy Danyi Judit, Várnai Erika, Rékai Lilla, Tallász Marika, Solymosi Franciska, meg a Banó Ancika nagyon-nagyon boldog névnapot kívánnak neki. Szerettek volna jönni, de sajnos egyéb okok miatt nem tudnak itt lenni. Ugyanúgy a Cseh Horváth Ilona, akit az előbb említettem, ő is azt mondta, hogy feltétlenül adja Mát Sándorok Józsik. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánnak. Nagy Józsi sajnos nem tud itt lenni, ő is boldog névnapot kíván. Lénárd Józsi sajnos kórházba került, úgyhogy az ő verseit én hoztam majd. Kassadác Józsink sem tudott sajnos ma jönni, hát Sárkány Sanyinak, Csizmadias Sanyinak és Búsi Sanyinak is innen kívánok nagyon boldog névnapot. Méghozzá Bajusz Józsi bácsinak a verseivel. Tehát kezdjük, Sándor volt előbb. Sándor, akár csak egy pásztor, dús mezőkbe reménykedel, s becsaptak már. Hányszor? Na most pedig jöjjön a József az ünnepeltnek. József, a sok pénzhez, Józseb. Ez a fontos. A többivel törődik a rosszabb. Tehát akkor Józsefeinknek és Sándorainknak ezzel. És még egyet, ha... Benedek az három szótagú. Igen, Benedek az arról, nem volt. Arról nem igen, írtam. Igen, azt kerestem, de nem volt. Viszont Józsi bácsinak van itt a kezemben egy olyan könyve, hogy meddig kell még várni, ez egy saját kötete, és ebbe találtam egy jópofa verset még, amit ha megengedtek nekem. A betörő. Azzal védekezik a bíróság előtt, hogy a ház ajtaja, ahová ő betört, nem volt biztonsági zárral felszerelve. Cselekedetével csak figyelmeztette a tulajdonost, hogy milyen feledékeny. Nagyobb betörők is élnek a környéken. Tehát végső soron bűnt nem követett el. Fogvatartás helyett inkább köszönettel tartozhatnak neki. Bírálóit oktatva egyre erősebb lesz tolakodó hangja, s a kirabolt személy megdöbbenve hallgat. Igazságában bízó, tisztességes alkat. Talán már bánja, hogy bírósághoz fordult. Kavargó emlékek még kísért az ordmolt. Mi tagadás, meglepetésekkel van tele az élet, kíváncsian várjuk, mi lesz az ítélet. Látom, hogy itt nézegeted a verseidet, nyugodtan vegyél elő néhányat, nyugodtan. Mondjuk azt mindjárt ki is húzhatod. És átadom a mikrofont neked. Barátom nálam fiatalabb volt, szegény, már itt hagyott bennünket. Ide készítettem, felolvasom. Barátomra emlékezve, ő mindig ezt mondta, verseimet olvasva, hiába írod le az igazságot, mit érsz el vele, látod, akiknek börtönbe volna a helyük, nem lett semmi bántódásuk. Továbbra is csak árthatnak nekünk, akik igazságszolgáltatásra várunk. S a maga módján tanácsot adva mindig így folytatta. Közéjük csapni, egy-kettőt jó fejbe verve, annak lenne csak értelme. Eredménytelen küzdelmem után utólag öregen belátom, igazad volt, barátom. Még akkor is, ha verekedés végén vérző fejemet bekötve, én vonultam volna börtönbe. Kérném akkor a mikrofont, nem, az jó helyen van. Következő vers szintén a tavaszról és a három ünnepelt keresztnévről. Drégely László, tavasz hívása. Sándor, József, Benedek, vártunk rátok eleget. Sok volt már a télből,
hóból, hideg szélből. Hozzatok meleget, zöld előrügyeket. Madárdal a szájon, lepketáncot járjon. Süssél nap, fényes nap, hozz meleget minden nap. Nem tudom, hogy máma úgy látszik, egy picit hátrébb szorulnak a versek, mert félénkek vagyunk, vagy valami. Igen, vártuk a Lénárd Józsefet, de sajnos kórházba került. És azt hiszem, hogy ahogy az előbb hallhatok tőled, inkább átadnám a mikrofon neked, mert nagyon szépen tolmácsolod a verseit. A másik mikrofon meg valószínű, hogy odaadom akkor. Köszönöm szépen. Józsi, egyébként Lénárd Józsi is régi cinket tagunk, a kezdetektől 2008 óta tagja a programnak. Volt már önálló estje is nálunk, és nagyon-nagyon szép versei vannak. Egyébként arról híres, hogy saját maga feltalálta, azon kívül, hogy ugye díjazott költő, azon kívül feltalálta a Lénárdos haikut, ami ugye saját találmánya, és ebben írja a verseinek a nagy részét. Én most két kötetet hoztam el, amiből itt most többen olvasnánk akkor, és ezzel kívánunk a Józsinak akkor gyógyulást és mielőbbi felépülést. Majd a másikból küldök neki egy verset, amit már kinéztem, most összekevertem a két kötetet, de ez is jó teljesen. Tehát itt most egy olyan kötetből, a Kezek hatalmából szeretnék először akkor felolvasni, ami úgy készült, hogy Józsit sokszor felkérték, ahogy mi is itt az Origóházban, alkotó társainak a kiállítására írt verseket, és ezek közül vannak ebben a kötetben versek megörökítve. Ez most Keszthelyi Gyula festőművész kiállításának megnyitójára készült, a címe a Festő varázsol. Lompos alkonyatban, amíg sötétedik, színpamacsokat fest hanyagul a nap. Zöldből sárga lesz, majd a színtelen senkik birtokba veszik az árnyék hatalmat. Szellőtúrtatályak mozgó szellemeit egy-egy sugárnyaláb bábként mozogtat. Olyan az erdő most, ahogy sötétedik, mintha minden eltűnne a fák alatt. A festő varázsol, estét, téli tájat, reményfonalakból Amerikákat, csillagmosolyokban talán a jövőket, mit az ember Istentől örököl meg. A művészetben a nagy messzi szentség ott ragyog mindig, mint a végtelenség. Hát akkor ez lenne az első, és akkor majd továbbadom, és mindenki, aki szeretne, az olvashat akkor ebből a két kötetből. És akkor ezzel köszöntjük akkor a Józsinkat a kórházba, is kívánunk mielőbbi jobbulást neki. Akkor még egy vers Vörös Sándortól, szintén itt az ünnepelteknek, tavasz köszöntő. Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél. Zsákban Benedek hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog, aki él. Már közhírét szétdoboltatik, minden kislány férhez adatik. Szőkék legelébb, aztán feketék, végül barnák és a maradék. Akkor egy vers Lénárd József a Táncoló képzelet című kötetéből. A hajnali napfény. A hajnali napfény, mint fiatal lány, harmadban fürdik és fátyol haján még látszanak a csillagok. Zugva eltűnnek a messzeségbe a köttakarók, felhők zenéje, a dörrenő villanások. S ha kiderül, már ölel a napfény, símogat kacsint a kerekedény, s kiáltja, hát jöjj, birtokolj. Az ölelés új meleget ad, a vágyat, a fényt, s veled egész nap álmosan nyugszik árnyékod alól. S ha megöregszik az éméhében, hajnali lányjá születik minden reggel, újra kelet felől. Akkor már én is itt kutakodok egy picit, ha így kevesebben olvasunk föl.
egy... Hát most van 23-a, ezt 17-én írtam ezt a kis versikémet. Tehát még elég friss. Azt a címet adtam neki, hogy Álomlét. Hogy alkothatnék szavakból képet? Sem ceruzám, sem festékem nincsen. Papír fölé görnyedek, és félek bezárt ajtókilincsen. Mit kancsalítva ellopok mástól, megverve és tőlem lop az élet. Penészes szóvirágokat mázol idebent egy kísértet. Tán jobb is, hogy rab vagyok önmagam, a horizont szemem sarkáig ér. Meg aztán eltakarja őszhajam, nem süt be a holdfivér. Hogy vézna gondom hölül meg hamar, mely asztalomnál kövéré hízik, azt nem tudom. Szívemen ő a var, ki csak magában bízik. És mégis, íriszemre fényvetül, mit pislákoltat az álmos gyertya, és fájdalomamra álom szenderül, nem ér el a rossz pletyka. Hajóra szállva vitorlát bontok, hajamat szőkére festi a nap, szálló ráják csoportja hagy foltott vizek hulláma alatt. Míg éjhonol komor szobán felett, sirályok lengik kósza álmomat. Szemem a kék végtelenbe mered, felhő felhőbe tolat. Oly forró a lég, s a vízi pára apró bogarak seregét szűri. A permetnek rámeső aránya pirult arcomat hűti. Se domb, se hegység nem állja utam, nincsenek köröttem pogány hadak. Egy távoli télibáb átsuhan, szirén éneke kacag. A nappal már ajtómon dörömböl, ismét elhalkul idebent a szó, s a konok valóság földbe döngöl, nem visz feléd a hajó. Azt kéri a Judit, hogy akkor én vagy mondja. Nem tudom, ide tud-e a kamera közelíteni esetleg, mert érdemes a képet először megnézni. Ugye elhangzott, hogy a Jóska, ő mások gyönyörű festményeiről ír. Nem tudom, látszik? Jó, nagyszerű. Hát erről szól ez a kis versike, amelyet Círman Sándor festőművész kiállításának a megnyitójára írt. Gyöngyszem galériában volt a megnyitó. Gondtalan aktok táncolnak. A könnyű, sok szín szerkesztett ritmusa, mint tűzből a füst lobogva táncol. Formázza a fényt, mindig mást, máshol, ahogy a tájban szalad a szem, s futja a realizmus útját avantgárdba. Szellővé válik a messzi távol, árnyékot csókol minden mozgásból, s elrozsdásodik a hosszú nyár álma. Círman Sándor képein kitárul a tér, ugrálnak a szimpamacsok. Gömbölyű vágyban gondtalan aktok táncolnak, s a hajnal már köddé simul. Festékek álmai, kigombolt fények hangokká válnak, mindenütt zenél. Bocsánat, egy szemüvegen osztozunk jelenleg. Visszatérnek Bajusz Józsi bácsi kötetéhez. Tudjuk, hogy zömében politikai töltetű versei vannak. Hát ez egy kicsit olyan, egy kicsit nem. De ez nekem nagyon tetszik, ez a verse is. Nem tudjátok elvenni. Nem tudjátok tőlem elvenni a mezők tiszta illatát, ahogy harmatos reggeleken tüdőmön, véremen árad át. Nem tudjátok tőlem elvenni az erdők déli hűs csendjét. Fenséges koronáik alatt, mintha csak egyedül lennék. Nem tudjátok tőlem elvenni a falvak esti nyugalmát, amint az ott élő emberek hitét nekem is átadják. Nem tudjátok tőlem elvenni éjjel a csillagos eget, ami tündökölve itt ragyog,
az én szőlőhegyem felett. És tudjuk, hogy Józsi bácsinak sokáig ugye a rabgazdaság volt a mindene, ami még mindig megvan, és nyilván arról készült ez a szép vers. Esetleg... Andrásról, hadd olvassam már föl. Mindjárt segítek. Az én egyik nagybátyám, akinek a nyomába léptem én, tekintettel arra, hogy ő mérnök volt, és nekem nagyon tetszett az ő viselkedése, talán ez határozta meg, hogy tényleg mérnök lettem. Ő ilyen verset mondott nekem mindig, elmondom előbb azt. Azt így kezdte. András, helyesekű, mint a darázs, hóba szarik, büdös, és kész. Ellenben a Bajusz Józsi bácsi biztos szebbet írt. András, tovább tart a rablás. Ígérettel, hazugsággal van tele a padlás. Én egy picit komolyabb verset olvasnék Lénárd Józseftől. A címe: Maradj még, maradj. Az ablakot már becsapta a szél. Kint virágzik a rózsaszín tavasz. Ima könyvemben régi rózsafűzér, anyám emléke. Maradj még, maradj. Ahogy az avart vallatja a szél, úgy kutatom a múlást, mozdulást. A sok fénykép már hang nélkül beszél, kezedet fognám, a simogatást. Ó, anyám, tudod, már rég utazok én is, még a múltadban repülök, szeretetedben, mely mindig örök. Ölel, mint földet a nap, tavaszok jönnek és mennek, s az unokahadak virágok közt már együtt szalad. Elnézést, magamhoz ragadhatom még egyszer a szót. A televízióban egy az egyben láttam, élő adás volt, egy nagypapa a nyakán az unokával, a május 1-i fölvonuláson ott sétál a tömegben. A riporter meglátja őket, oda siet, és megkérdezi a nagypapát, hogy mondja, maguknál mindig itt vannak május 1-én a fölvonuláson? Hát igen, itt vagyunk. És hát az unokát is hozta magával? Hát hoztam magammal. Hogy maguk mindig el szoktak jönni május 1-én? Igen, igen. Szóval nálunk ez csak olyan tragédia. Tradíciót akart mondani. Higgyék el, ezt valóban élő adásban adták annak idején még a szocialista időszakban. Itt viszont a Bajusz Józsi bátyámnak, vagy kortársamnak a május 1-éről szóló verse. Az utóbbi május 1-i napokon mindig eszembe jut a mozgalmi múltunk, ami annyiból állt, hogy feleségemmel május 1-én sohasem vonultunk. Cselekedetünkért volt munkahelyünkön, politikai alakbélyegzettek lettünk. Az elnyomó rendszer hű szolgálóinak, felügyelőinek nem tetszett a tettünk. Majd 90 után a rendszerváltozás zászlóvivőinket váratlanul érte, élen vonulgató múltjukra nincs szükség. S mi lesz, ha esetleg felelni kell érte? Hamar megnyugodtak, nem kellett felelni. Sajnos az igazság így rút és görbe. Nekünk, velünk szemben egy vigaszunk maradt. Ma is emelt fővel nézhetünk tükörbe. Hát akkor ismét itt van a mikrofon, nem tudom, hogy majd még valaki be szeretne kapcsolódni, akár az interneten keresztül szívesen fogadjuk.
Elkövettem ismét egy merényletet, nem is olyan régen, éppen itt számolgatom 10 nappal ezelőtt. Írtam egy verset, ami 2 vers. Ez elég furcsa lesz. Azért is, mert férfi lévén nagyjából a férfi lelket úgy meg tudom fejteni, de a nőit soha. És az egyik vers a férfi hangján íródott, a másik pedig a női hangján. Ezt mondjuk úgy terveztem el valamikor, hogy egy verszakot mond egy férfi, és egy verszakot a nő, de mivel a telefonomban van, így elég nehéz így prezentálni. Ezért most elmondom először a férfit, aztán a nőt. Ami a lényeg ennek, hogy a nő ugye az anima, a férfi meg az animus. Tehát ez az érdekessége még ennek az egésznek. Aztán majd a 2 vers, mikor találkozik, akkor talán megérti mindenki, hogy vagy miért írodott, vagy miről is szól. Tehát akkor először a férfi, ugye animus. Jöjj el végre, dalom, boldogíts! A komorság arcomra fagyott. Végtelen bűnömet álmosítsd, ha a hitem úttalan hagyott. Úr szívem minduntalan szeret, csontjaim égő, elfolyt viasz. Áldás vagy átok vagy kereszt, záródó szemed nem ad vigaszt. Tán jobbannak ki zordsággal él, saját nyilát magába lőve, szerelmében nem terem babér, önmaga ellensége hőse. Sírgödre hajléktalan csarnok, se holt, se élő nem fekszik ott. Valami imaféle hangok búsítják azt, ki égre nyitott. Mordulok most is, hangom rekedt, gonoszok tanácsain élek. Csúfolódok, gyönyörre lebeg, s elvész bennem a legszebb lélek. Pogányként járok, fütszó nélkül, madarak hullanak körös körül. Szememnek árka folyton mélyül, nélküled már látni sem örül. Hogy királynak jobb, vagy alantnak, tám mindegy, ha magasztalan mind. Ha álmodlak, ők nyugton hagynak, egymást becézgetik szavaink. S az énekünk csak repet harang, oltárkövön rezzenő virág, utcára nyíló kapu alatt, mint messiásra váró imák. És akkor az anima. Boldog az, ki sírva énekel akkor is, ha nagyon szomorú, és ha derű elé térdepel, kihull belőle a háború. Folyókkal telt ösvényen halad, bűnbánó békesség a szíve. Nem épít maga köré falat, lelke, szeme tiszta felszíne. Így állok előtted, halkan még, tanulatlan és csendes vagyok. Ami szót te néked adhatnék, attól megenyhülnek a bajok. Hajlékom, gyönge ágú kezem, mely beléd kapaszkodva éled. Nézd, ha ujjam arcodhoz teszem, én már a semmitől sem félek. Pólyva létem eddig szélhorta, szárasságban égett a tarló. Most perzselt arcom pírja mondja, csókos ajkam te hozzád hajló. Ha vétkem vagy, magammal viszlek, nem látja senki, hogy vétkezem. Csak te tudsz rólam, s mindig hiszlek, előttünk eztán a végtelen. Persona maszkom árnyék egyben, köpenyem a sötét éjszakán. De kiviláglik tőled kedvem, te vagy nekem az igaz hazám. Hallod a dalt? Imago Dei.
mi bennünk hangol egy zongora. Zörögnek szívünk bilincsei, az Úrnak kegyetlen záloga. Tárnok Mihály, mikor? Mikor nem nyíltak még az ibolyánk, s a morcos tél utolsót horkant, a délutánnak sápadt fényében didergő búsa bandukoltam. Egy sóhajt kélt a keblemben fájton, én türelmetlen a tavaszt vártam, mikor a fák ébredni kezdtek, születtek a kedves tavaszversek. Bár hallgattak még az erdőfái, s mert madarakat sehol sem látni, az égre néztem. Jobb lett a kedvem, gomoly felhők játszottak neveddel. Mikor nem nyíltak még az ibolyák, csordulni kezdtek a jégcsapok. A hófoltok már eltünedeztek. Ki másra, mint rád gondolok. Szeretnék kérni valamit itt a kedves egybegyűltektől és vezetőnktől, Zoltántól. Ha már a névnapoknál tartunk, holnap Gábor névnap lesz, és szeretném köszönteni innen nagyfiamat, és a lányomnak 32. születésnapja egy napon van, egy szabad vers, egy ilyen, szeretném felolvasni. Lányomnak 32. születésnapjára. Szépséges gyermekem, Lívikém, mérhetetlen boldogság ez tény, hogy te életemnek része vagy. Aki a messzi távolban élsz, sokat dolgozol és evickélsz. Élted itthon, nem lenne vidám, ott az elhelyezkedés lazább. Csak miért ez a nagy távolság? Úgy megölelném az én babám. Tényleg most miről is beszélek? Igazi felnőtt nő, mit tegyek? Emlékképek között keresek, ezek bennem oly elevenek. Még a szülőágyon sem tudtam a nemed, csak mikor születtél. Kislány, micsoda gyönyörűség, kék a szeme, szőke a haja, érett a körme, formás baba. Lám az évek úgy siettek el, óvodádat, nos, nem szeretted. Iskoládat is mind letetted. Szívesen segítettem neked, fogtam mindig a kis kezedet. Lestem az összes kérésedet. Együtt éltünk így sok éven át. Sajnos jött a teljes változás. Bátran indultál tőlem távol, mégsem mentél el e hazából. Nyeltem könnyeim, már nem bírtam. Hát engedtem, és nagyon sírtam. Azt mondtad, kérlek ne sírj, anya, mert tudod, nem meghalni megyek. Igen, biztosan megtalálod a helyed és a boldogságod. Íme rád talált a szerelem, így teljesedtél ki, szerintem. Azóta hallgatom a hangod, mely a lelkemnek mannaként hat. Csüngök minden egyes szavadon, sőt, álmaimban is velem vagy. Elválaszthatatlanok voltunk, vagyunk mi, anya és leánya. Most úgy érzem, csodás az élet, vidáman indulok hozzád, szeretlek. Tiszta szívvel és két karommal szorosan ölellek majd téged. Köszönöm szépen. Akkor egy Lénárd József vers ismételten, most a Táncoló képzelet című kötetből. És ezt küldöm Józsinak a címét, csak látni szeretnélek. Az a sok-sok pillanat, melyről azt hittem megmarad, már rég tovaszált. Az emlékek mosolyát keresgélem a csipkés ködben, s a gúnyolódó lépések zaját már csak messziről csodálom. Utoljára úgy láttalak, ahogy egy elhagyott gyerek látta anyját, amint örökre elment. Mégis látni szeretnélek, amikor örülsz a fénynek, és simogat a szél, sporzolja hajtincseidet. Ahogy megtartott szél fújt a szoknyád, lágyan kikerülöd a régi vizes tócsát, kőre lépsz, s egy másik tócsából a napsugara felragyogjon arcodba. Neveted az elmúlást. Csak látni szeretnélek,
ahogyan vetkőzöl lágyan, az örömök vágyában, úgy, ahogy régen. Csak látni szeretnélek, ahogy a nyíló virágot, a vadméhek, s szememmel keresnélek, mint azok a mézet. Csak látni szeretnélek, még akkor is, ha az idő elérkezett, még egyszer látni szeretnélek. És most pedig Bajusz Józsi bácsinak az Új gyakorlat férfi nevekre című könyvéből, akkor küldeném a Gáboroknak sok szeretettel. Gábor, elmúlik a mámor, sok dolga van, tovaröppen a nyilazó ámor. És mivel nem régen volt Zoltán nap, Zoltán, sok templomban voltál? Te már tudod, melyikben van az igazi oltár? És akkor most, mivel az én nevem nem hangzott el, ezért kapcsolunk egy bejelentkezőt. Remélem, összejön. Halló, itt vagy. Halló, halló. Halló, halló. Vagyok. Na, egy kicsit hangosítok. Itt vagyok. Nagyszerűen köszöntjük. Juhász Magdát köszöntjük. És akkor két verset ígért nekünk, egy kis szünettel, ugye? Igen. Igen. Akkor azt hiszem az áprilisi szél az első. Április, ja, igen, ott van most. Igen, hát én is köszöntök. Szervuszok. Én is mindenkit köszöntök. Örülünk neked nagyon. Ott nem visszahúzik, repülünk. Itt egy kicsit rosszul hallunk téged, nem tudom miért. Hogy és most? Most jobb, ja, sokkal jobb, most igen. Jobb. Igen, így csináld. El kell jönnöm innen a géptől, úgy látszik. Igen, jobban. Igen, így csináld, ez tökéletes. Itt meg a technikusunk majd beállítja a hangot. Igen, jó. Szólj, ha baj, mehet. Mehet, mehet. Jó, hát akkor én is szervusztok, köszöntök mindenkit, és szép estét kívánok azoknak is, akik éppen hallgatják az adást. Akkor kezdjük az áprilisi céllel, miután úgyis az április következik. Hamarosan. Áprilisi szél. Felhőt kerget az áprilisi szél, bolondos notáját egyre fújja. Hárfát penget a levelek között, kalapot emel, s eltűnik újra. Szoknyád alá bújik és kikacag, aztán felszalad vigan a fákra, s mire kezed ilyetten odakap, már magasból fütyül a tájra. Pajkos kedvétől kivirul a lég. A felhők mögül ráköszönt a nap, és daolni kezdenek csendesen a megkopottan álló házfalak. Ennyi volt ez a vers, ez az áprilisi vers. Éppen. A másikat most halljuk, vagy azt mondtad, hogy szünettel, hogyan szeretnéd? Most megkeresem a másikat, a régi játékunkat esetleg. Igen. Ja, megvan az is... Akkor halljuk. Egy pillanat. Legalábbis így remélem. Értek. Jó. Bocsánat, most nem tudtam. Az a gyerekeknél van. És én a felnőtteket nyitottam. Tehát pedig a... Jó. Keresem. Amíg keresed... Akkor maradj ugyanígy vonalban, ha szabad. Egyébként itt van már. Megvan. Jó. Megvan? Jó. Mondhatom? Igen, várjuk. Tehát régi játékunk. Ravló Pandurost játszottunk gyakorta délután, hol bátor pandur lehettem, hol félőcs kis zsivány. Líció bokorha megszólt, sírásra fakadtam, kapitány nem is lehettem. Közleány maradtam, mert egy kapitány nem sírhat, mondta Jancsi gyerek, és jó orvosként megpuszítta az égő csepp helyet. Így egyre többször sírtam én, az apró közleány, így jó orvosom nem is volt, azóta se talán. Hát köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is, hogy megkerestetek!
Köszönjük a bejelentkezést. Ez nagyon kedves volt ez a történet. Tetszett, ugye? Én jó orvosom. Hát milyen? Az orvos tart még? Nem. Egyébként ő el akart engem venni feleségül. Az igazság az, hogy ez a Jancsi meg is harapott időnként, úgyhogy nem csak megpuszít. És akkor utána ilyen indiános játszottak később, mikor nagyobbak lettek, és a talizmányában állítólag én voltam, hogy feleségül vesz. Hát sajnos ugye nem így alakult a helyzet. Egyidősek voltunk, és a lányok abban az életkorban az ilyen velük azonos egyidős fiút gyereknek tartják még, úgyhogy nem tudtam beleszerelmesedni. Nos, ez az igazság. És azóta Jancsi kint van Ausztráliába, 56-ba elment, nagy bánatába. Hát apja ugye ezért menekült el, mert hát ugye nem kapott meg téged természetesen. Igen. Úgyhogy ez édesapja szerint én vagyok az oka, de hát... Így van, ezt mi, most már mi is tudjuk, de hát a versetből rögtön kiderült. Igen. Hát ennyi volt a történet. Itt éppen mondja a Zsuska, hogy jó egészséget kívánunk neked, ezt mondjuk magamtól is mondhatnám, mert hogy ő itt ül a teremben, biztos látod is akkor a gárdát, aki itt van. Most, hát ha már adásban vagyunk, azt mondja, hogy készül hozzád. Tehát... Most azt mondta, hogy készül hozzám, igen, ugye? Igen, ezt mondta. Igen. Hát nem látlak most benneteket, mert a videó nincs bekapcsolva, mert a takarítás közben azt hiszem kirángattam, majd vissza kell, de még nem tudtam négy kézlábra ereszkedni, de az asztal alá. Vissza nem kell rakrom, úgyhogy most látni sajnos nem látlak benneteket. A Zsuska majd visszateszi a helyére azt, viszont a lényeg az, hogy ha nem is látsz bennünket, de legalább hallasz, és akkor ez a kapcsolat mégiscsak létrejött. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Örülök neked, és köszönjük szépen, hogy velünk voltál egy picit, és maradj még velünk, hogyha ráérsz, és még nincs más dolgod. Egy levelet írok éppen, de hát itt vagyok a gépnél egy ideig. Ha kezdődik a piramis, akkor már lelépek. Köszönjük szépen. És akkor most hallgassuk dr. Petra Andrást. Hát nem tudom, hogy szól a mikrofon? Igen. Nem tudom, hogy biztosan meséltem már, hogy Torontóban van egy ismerősöm, aki itt volt Magyarországon, ilyen felügyelője egy nagy szervezési munkának, és hát ez a barátság megmaradt. És ma mondtam neki, mielőtt pontosabban írtam, mert minden nap e-mailen levelet váltunk, hogy hát ide jövök. És gyorsan visszaírt, és mondja, küldök egy történetet, ha akarod, felolvashatod. Hát felolvasom. Ez a történet, ez, még ezzel mondom, Torontóból valahol van zöld gyep, minthogyha Angliában lennénk. A következő a történet, amit küldött egy golfjátékos, nagy szerencsétlenségére autóban esetet szenvedett, és hát elájult. Amikor fölébredt, akkor az orvos azt mondta neki, hogy van egy jó hírem, meg van egy rossz. Hát a rossz hírem az az, hogy el kellett távolítani az egyik karját. Ó, Istenem! Szomorkodott a golfjátékos. Vége a golfnak. Kérem, doktor, mi a jó híre? Hát a jó hírem az az, hogy van egy másik kar, amivel pótolni lehet az elvesztettet. De hát az a helyzet, hogy az egy női kar. És hát meg kell kérdeznem, ez a szabály, hogy mielőtt a transzplantációt végrehajtom, meghajtanám, hát megengedi-e, hogy női kart ültessek be. Ó, rajta doktor, csak csinálja, ismét fogok tudni golfozni. Az operáció jól sikerült, aztán egy évvel később a golfpályán találkozik az orvos, illetve hát az operál. Kérdezéstől, hogy na, mi van az új karjával? Hát, csodálatos. Jobban játszom, mint egész életemben. Talán soha nem játszottam így. Az új karom a sokkal finomabban érzi a játékot, és sokkal pontosabban tudom ellökni azt a golyót. Hát, fantasztikus, mondja az orvos.
Na és még valami, folytatta az orvos, azt mondja, képzelj el, a kézírásom megváltozott, és hát saját magam tudom szűrni a ruhát, és megtanultam vízfestékkel is festeni. Hát fantasztikus, hát ez tényleg, mondja neki az orvosa, azt mondja, olyan nagy öröm a számomra, hogy a transzplantáció ilyen remekül sikerült, és hát van valami mellékhatása? Hát ez ugye csak két dolog. Az egyik az, hogy nem tudok párhuzamosan parkolni a másik autóval. És minden alkalommal, amikor elnézést, szexelni akarok, akkor fejfájásom lesz. Azért nagy kitörő örömmel nem fogadták a hölgyek, úgy látom. De ennek ellenére azért értettük a poént, a viccet. Köszönöm a lehetőséget. Még egy utolsó versemet felolvasom, aztán bárki utána olvashat többet is. Ugyanis január 3-án íródott ez a vers idén, és ahogy kezdődött az év, szomorkásan nekem, és hallgattam a Beethoven csendjét, mert hogy nagyon imádom. És ahogy hallgatom ezt a szép zenét, hát úgy jöttek a gondolatok. És ez született belőle. Az is a címe, hogy Beethoven Silence. A teaházból Silence száll. Megállok mélán bámulni üvegét, s az én csendem búsan felragyog benne. A város épp most síratja el zaját. Illatot, aromát, gőzt kever a szél. A macska kövör megbicsaklik lábam. Leülni volna jó oda bent, szemben veled a zenés langy meleg szobában. Én töltenék, s míg te csak reám gondolsz, kanállal a mézet hosszan csurgatnád. A zongorára vinnél egy csészényit, de nem tennéd bele a citrommagját. A zene csak szólna lassan, komoran. Kinn az utcán már a fél homály siet. És én még mindig a kirakatban állok, könnyeimmel küszködve, csendben, nélküled. Tárnok Mihály verseimért. Hogyha már egyszer egészen feledve lesz versem s magam, jöjj ki az éjbe és hallgasd, hogy zokogok vigasztalam. Nem magamat, de versemet, hogy feleded, az fáj nagyon. Minden könnyemet csak érte, mint egy szülő, úgy hullatom. Hogyha már egyszer egészen. Ó, sorsom, ne, azt ne engedd. Mondd, olvasd, könnyezd meg néha, s felejtsél el inkább engem. Akkor most Károly, megszólítom Józsi bácsi versével. Károly, nézd csak körül bárhol, ezekkel van megtömve az aládúcolt páholy. Aztán pedig itt ül velem szembe a drága Laci bácsi. László, hegycsúcsára mászó, mire fölérsz, csodálkozol, hol a vörös zászló? Nagyon fantasztikusak ezek az új gyakorlatok, és én megkérem Józsi bácsit, merényletet követek el, mert ugyanis nekem írt egyet, egyetlen női vers van, úgyhogy erre olyan büszke vagyok, hogy ha, amit hozzám írt, ezt most itt prezentálja nekünk a drága Józsi bácsi.
Igen, a Judit hiányolta, hogy nem kezdtem el nőkről is írni. De hát mondtam, a nők önmagukról tudnak önkritikát gyakorolni. Én nem. Elég. Na de hát ő hozzá, aztán mégis írtam ugyanebbe a stílusba, mint a 131. Itt még 126 volt, de kiegészítettük még öttel, hogy ide figyelj, Judit, hely neked is jut itt. 126 férfi várja, sóvárgonna puszid. Győzöd-e majd, Judit? Itt van még a könyvet, hogyha akarsz, Józsi bácsi, ebből vagy abból. Tessé? Ebből vagy abból akarsz olvasni? Addig én mondok egy Tárnok Mihály verset, jó? Tehát Tárnok Mihály, roncs el, hogy jó legyek. Roncs el, hogy jó legyek egészen, ne halld meg senki intelmeit. Az ifjú hős, ne keresd bennem, harcolhat ki ejti kezeit. Erőm elhagy, ha látlak téged, tombolnak a belső viharok, legyőznek talán, mégis, hitemre küzdeni akarok. Éghet mást lobja szebben, meglásd, ha mi gyúlunk, égre csapalánk. Roncs el, hogy jó legyek egészen. Ma a nap is derülni fog ránk. Van-e még valakinél vers? Van, Józsi bácsinál is. Hát, nem vagyok fők, nem készültem ennyire, hogy... Na, ebből a könyvemben a záró vers, ez a szüleimhez íródott tulajdonképpen, meg hát a rokonság. Láthatatlan örökség. A legnagyobb örökséget, ami nem vagyon, nem takarék betét, észre se vettük fiatalon szüleink természetét. Leéljük életünket anélkül, hogy számon tartanánk. Itt jön velünk apánk és anyánk, s a többiek is vigyázva ránk. Nehogy letérjünk az útról, amit előttünk jártak, ahol nincs helye útelhagyó árulásnak. Nagy mulasztást követtünk el, hogy mindezt életükben nem köszöntük meg nekik, s ilyen későn ébredünk rá, napmúltával, amikor már esteledik. Köszönöm. Köszönöm. Tárnok Misitől kaptam egy csodálatos könyvet. Az a címe, egy hazafelé versek. Gyönyörűbbnél gyönyörűbb versek vannak benne, és tényleg az ember bárhol kinyitja, annyira szépek mindegyik gondolata, hogy ebből szeretnék most akkor egy verset olvasni. Tárnok Mihály, ülj ide mellém. Ülj ide mellém, de csak csendben, magadról megfeledkezetten. Ne számolj se órát, se évet. Hogy múlnak? Apró semmiségek. Megszoktam a szemed, a hajad. Velem voltál, alig láttalak. Itt legyél, unatkozz, kedvesem. Álmosulok. Én is azt teszem. Sejlik néha a messzeségben. Én szószátyár, mennyit beszéltem. Hozzám bújtál, olyan jól esett. Nincsen vége. Nem, az nem lehet. Érzem, közénk bújik az alkony, fél mozdulat között elalszol, óvkodva ráterítek plédet, aludj, álmodj valami szépet. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy velünk voltak a mai cinke programunkon. Mint hallhatták, ugye az est első részében Bajusz József mutatta be munkásságának egy részét, egy nagyon-nagyon pici kis töredékét, és komoly szakmai munkák mellett azért egy kis vidámkodásra is jutott idő.
és tér. És köszönöm szépen azoknak, akik eljöttek ide a Pécsi Rigóházba, megajándékoztak bennünket a versekkel, az örömmel, és köszönöm Juhász Magdának is, aki Budapestről elért bennünket, tehát akkor mégiscsak hallhatta az adásunkat. Úgyhogy a legközelebbi találkozóig nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Önök a Cinke program műsorát hallották, látták.